Köszöntöm Önöket itt a Duna-Tisza közén Kiskunhalason, egy csodálatos kisvárosban. Ezen a településen készül az az egyedülálló kézműves Hungarikum remek, mely a 20. században értékét tekintve drágább volt az aranynál, melyet királynők és császárnők is szívesen nézegetnek a nappaliukban. 1902. decemberében az Iparművészeti Társaság karácsonyi vásárán mutatkozott be első alkalommal a nagyközönség előtt a halasi csipke. Dékáni Árpád rajztanár terveit Markovics Mária fehér neművaró kivitelezte. Közös munkájuk eredménye lett a ma már szellemi kulturális örökségnek és Hungarikumnak számító halasi csipke. A halasi csipkét a szecessziónak köszönhetjük. Két évtizede volt, amikor legjobban virágzott Európában, ez az 1890-es évek elejétől az első világháborúig tart. Ennek az időszaknak a közepén születik meg a halasi csipke, ennek a főszereplője Dékáni Árpád, és az ő személyében és ebben az időszakban összetalálkozik a szecessziós stílus. A csipkének volt egy nagy világra szóló korszaka, ahol a belepok, a boldog békeidőknek volt igénye és lehetősége drága csipkékbe öltöztetni a hölgyeket. 1935-ben a hamisítás elleni védelem érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparügyi Kamara felvette áruvédi egy lajstromába a halasi csipkét. Ettől a dátumtól fogva került be Kiskunhalas város címeréből a csipkék rajzolatába a három egymásra fektetett hal. Ugyanez az esztendő még egy másik szempontból is fontos volt a csipkevarók életében. Ekkor avatták fel a csipkeházat. Lelke van itt a falaknak, megszépültek az oszlopok, a gerendák, kémények, visszahoztuk ide a tulipántos ládákat, tükrös subákat, melegebb színben tündökölnek itt a virágok, megejtve attól a nagy szépségtől, mint a halasi csipke, leheletszerű finomsága titokzatosan átsugároz. Ahhoz, hogy a vékony cérnából több száz, esetenként 1000 munkaóra után elkészülhessen a csipke, először meg kell rajzolni a motívumokat. Dékáni Árpádnak az évtizedek során sok követője akadt. Tanáremberek, grafikához értő emberek sora rajzolta a szebbnél szebb motívumokat. Dr. Jerémiás Attila nagyapja, Stefanek Ernő is részt vett ebben a munkában. Mindig nagy örömmel jövök a Csipke Múzeumba, ahol nagyapám által tervezett csipkék között sétálgathatok. Igazából az akkori polgármester, a Duróczi Dezső, és a felesége, aki abban az időben a polgáriskolának volt az igazgatónője, hivatták nagyapámat, mint az új rajztanárt, és mondták, hogy a Dékáni Árpád által tervezett, illetve megkezdett csipketervezést kellene folytatni. Az első csipke készítmények még vastag, fehérítetlen, vagy éppen színes lemfonalból készültek. Ezek jóval durvább alkotások voltak, mint a későbbiek. A halasi asszonyok a 20. század elején tértek át egy új alapanyagra, ettől a csipkék jóval légiesebbek lettek. Megkapjuk a terveket, átmásoljuk, és utána lekontúrozzuk. Hát rárakjuk többszörös papírra a rajzot, és akkor utána egy kifeszített rámára oda rögzítjük, és akkor egy kontúrszálat végigvarunk a rajzon, és akkor az lesz a csipkének az alapja. Először függőleges szálakat hozunk be, és azt viszintesen minden második szálat bestoppoljuk, beszőjük. És utána jönnek a kitöltések, a csipkeöltések. 60 féle öltés mintánk van, és abból válogatunk, hogy éppen az adott csipkében milyen öltést teszünk. Az művészi szabadság, tehát teljesen ránk van bízva, hogy mi hogy töltjük ki. 1902 óta a világ több híressége kapott halasi csipkét.
1996-ban II. János Pál pápa, 2000-ben Hitachi japán hercegnő, 2004-ben a libanoni és a ciprusi köztársasági elnök felesége, a japán császárné és II. Erzsébet brit uralkodó, 2006-ban pedig Bush amerikai elnök felesége, 2008-ban a jordán királyné is a halasi csipkével megajándékozottak sorába lépett. Mádl Dalmának köszönhető, hogy eljött Kiskunhalasra a csipkeházba 45 nagykövet feleség. Dalma asszony férje a köztársasági elnök megbízatása idején elfogadta a felkérést, hogy legyen a halasi csipke nagykövete. A halasi csipke újabb hatalmas elismerése a Hungarikummá minősítés volt. A Hungarikum megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcs teljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékként tartanak számon. Van egy álmom, ami nem tudom, hogy mikor, de hát, ha egyszer teljesülhet, hogy például egy operabál, vagy valamilyen ütős, komoly rendezvényre. A hölgyek nem az aranyakat tennék fel, mert az van mindenkinek. Aki tehetős, hát azzal nem tűnik úgy ki. De ha mondjuk a dekoltázsára rátenne, hogy könnyedén egy sálat, egy kendőt, halasi csipkéből, hát az nagyon ütős lenne. Bocsánat, hogy ezt a szót használom, de az nagyon szép lenne, és azt úgy megjegyezni a többi hölgy. Röpülj tovább, kislepke, és vidd hírét további századokon át a világnak, hogy Kiskunhalason született meg a csipkék királynője.